de azt gondolom itt is az arany középúta követendő, tehát mindenképpen emlékezzünk meg erről a napról, csináljunk valami programot, kedveskedjünk valamivel a párunknak, de még véletlenül se kezdjük el fejetlenül költeni a pénzt február 14-én. Nektek mi a javaslatotok, mi a jó taktika, hogyan kell megközelíteni február 14-et? Hát egy nagyon jó kérdés, mert az a február 14 ez vagy egy szerelem katalizátor, vagy egy kereskedelmi túlkapás szokott lenni, ahogy te ezt így mondtad. Mi nekünk az az álláspontunk, hogy az egymás szeretet nyelvén kommunikáljanak az emberek, és igazából a figyelmességet és a kedvességet az nap mint nap lenne érdemes gyakorolni egymással, és akkor nem kell fejveszve rohangálni különféle szívecskés párnák, meg plüssállatok, meg csokik, meg irreális méretű és áru rózsacsokrok után. Egy nő ilyenkor vágyik arra, hogy most aztán tényleg levegye őt a lábáról a párja? Hát én egy kicsit finomabb vagyok ebből a szempontból, tehát egy közepes méretű rózsacsokor is elegendő. Nem ezt akartam mondani, hanem inkább szerintem azt kell tudni, hogy egyrészt saját magunkkal legyünk tisztában, tehát hogy én szeretnék-e ajándékot kapni, vagy nem szeretnék, ha nem kapok, akkor az vajon engem hogyan fog érinteni. És tipikus női hiba egyébként így a Valentin nap kapcsán, hogy azt gondoljuk, hogy a párunk, meg úgy általában a férfiak gondolatolvasók, és hát biztos, hogy van ilyen férfi is, de én azt szoktam mindenkinek tanácsolni, hogyha azt szeretné, hogy a párja ne felejtse el a Valentin napot meg a születésnapját, akkor úgy lehet finoman célozni. Tehát megelőzni azokat a konfliktus helyzeteket, amiket mondjuk egy Valentin nap is tud okozni. Tehát lehet erre finom utalásokat tenni, hogy én szeretnék egy gyertyafényes vacsorát, vagy csak egy összebújást szeretnék valami sorozat előtt este, vagy valami wellness hétvégét szeretnék, vagy közös programot. Tehát ezeket meg lehet azért azt gondolom szépen beszélni, és akkor saját magunkra tudjuk szabni az ünnepeket, nem csak a Valentin napot, hanem végső soron mindegyiket, mert lehet, hogy magunkkal szemben van olyan ajándékozási elvárásunk, amit a párunk abszolút nem is szeretne. Komoly éket tud verni egy kapcsolaton az, hogyha az egyik fél, mondjuk a férfi, akkor elfeledkezik a Valentin napról, tehát találkoztatok már olyannal, aki emiatt adta be, ha nem is a vállókeresetet, de emiatt ingott meg a kapcsolat? Hát hogyne, nagyon komoly sértődéseket és feszültséget tud okozni egy elfelejtett, akár egy születésnap, egy névnap, egy Valentin nap, mert vannak olyan emberek, akinek az ajándékozásra szeretett nyelve, és hogyha egy ajándékozás szeretett nyelvű embernek folyamatosan testérintést vagy minőség együtt töltött időt nyomat a párja, akkor az bizony ezt a szükségletét kielégítetlennek ítéli. Na most adunk az egy gyakorlati tippeket is, ugyanis megnéztük a felméréseket, hogy minek örülnének a férfiak, és minek örülnének a nők. És lehet, hogy megleplek, mert azt gondolom, hogy a nők örülnek az ajándéknak jobban, de a nők 63%-a az interneten lát adatok alapján az együtt töltött időnek örül a legjobban Valentin napon, és csak 18% az, aki az ajándékot vágyja. Ezzel szemben a férfiaknak a 38%-a az ajándékot várja a nőtől. És rengeteg elektronikai cikk fogy pontosan ezért a Valentin nap alkalmából, és persze hát a férfiak 30%-a úgy szintén örül az együtt töltött időnek, és hát miután a Trend FM az egy számokon alapuló gazdasági rádió, 2019-es adat szerint 12 milliárd forint költés volt Valentin nap alkalmából. Nagyon örülök, hogy szóba hozod a számokat, mert az idei évben viszont sokkal kevesebb lehetőség lenne, mondjuk nem tudunk elmenni a párunkkal moziba, szóval az idei költések azok visszafogottabbak lesznek? Hát én nem tudom, én szerintem nem lesznek egyáltalán visszafogottabbak. Annyi, hogy a wellness jellegű költések, az éttermi költések, azok nyilván valamilyen szinten vissza fognak esni, de mondjuk a tavalyi év folyamán a virágforgalom az a 6-szoros, a desszertforgalom a 4-szerese volt a megszokott napinak. Én azt gondolom, hogy ezek a számok ezek most is ott lesznek, ugyanis ténylegesen egy vásárlási prés van az embereken. Tehát ahogy a kereskedelemben már október végétől már karácsonyi feelingbe vagyunk, kényszerítve, mert már mindenhol ott vannak a karácsonyi dekorok, ugyanígy a Valentin nap azért elég rendesen meg lesz nyomatva, így a mindennapokban, amik most ránk várnak. Akkor itt nem várható az, hogy kicsit enyhébb lesz ez a láz a járvány miatt akár, vagy azért, mert hogy természetszerűleg is kicsit ráébredt arra az emberiség, hogy túlhajtotta a biciklit Valentin napkor, vagy ilyen hatást, ti nem láttok ilyen tendenciát, hogy egyre inkább próbáljuk azért emberközelibben nem ennyire fogyasztás orientáltan megélni ezt a napot, hanem úgy látjátok, hogy még mindig dübörög ilyenkor a kapitalizmus Valentin napkor? Én abszolút ezt látom.
Én azt gondolom, hogy amikor az ember olyan helyzetbe kerül, hogy egy picikét leszűkülnek a lehetőségei, akkor ki kell nyitni a kreativitásunkat. Tehát itt a Valentin nap kapcsán is, meg az ünnepeink területén is érdemes egy kicsit agyban dolgozni ezen, meg hát kommunikálni a másikkal, mert igazából a hosszú távú jó kapcsolatoknak az egyik eszenciája, hogy azt kell nekem szolgáltatnom a másiknak abban a bizonyos kapcsolatban, amitől ő boldognak és kiegyensúlyozottnak fogja magát érezni. És hogyha ebbe beletartozik az, hogy szeretné, hogy Valentin napon meg a születésnapján virággal meg meglepetéssel kedveskedjek neki, akkor hogyha én szeretem a páromat, akkor nem is kérdés, hogy ezt meg fogom tenni. A másik oldal pedig, hogy egyébként szerintem jobban kéne tudnunk valahogy kifejezni az örömünket is, mert, és ezt különösen a hölgyeknek mondom, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy a férfiak azok jó részt nagyvonalúak és nagyon szeretnek örömet okozni, tehát hogy akkor adjuk meg a másik oldalról is azt az örömöt, hogy mi meg megmutatjuk, hogy milyen boldogok vagyunk attól, hogy ki van fejezve a számunkra, akár egy Valentin nap kapcsán is, hogy mi szeretve vagyunk. Akár egy szál virággal, akár egy vacsorával, akár egy hatalmas gyémánygyűrűvel, tehát nyilván itt mindenkinek a lehetőségeihez mérten, de azt gondolom, hogy igazából a gesztus érték az, ami fontos ebben, abban az esetben, hogyha a párunk az ajándékból érzékeli azt, hogy ő szeretve van. De lehet, hogy egészen mást kell neki fölszolgálni, mert lehet, hogy nem az ajándékból fogja ő érzékelni azt, hogy ő tisztelve van, szeretve van, csodálva van, hanem mondjuk tényleg pont az együtt töltött időből. Tehát lehet, hogy egy erdei sét a Valentin nap délután az sokkal nagyobbat tud durranni, mint egy óriási rózsacsokor, vagy valami nagyon drága ajándék. Mennyire jellemző az, hogy Valentin napon próbálják a párok megmenteni a már abszolút léket kapott kapcsolatukat, tehát ezen a napon még egy ilyen utolsó erőfeszítést tesznek azért, hogy megmentsék a tényleg már-már hanvaiba holt kapcsolatot. Hát az a jellemző, hogy nem a párok próbálják ezt megmenteni, hanem az a fél, akinek kilóg a szekér útja. Az akkor mindent föltesz egy lapra, ugye általában ilyenkor szoktak a férfiak gyűrűt venni, nagyon sok esetben, amikor már a kapcsolat tényleg omladozik, vagy ilyenkor ígérnek be fűt fát, úgyhogy nyilván ez egy olyan lehetőség, amikor minden követ meg lehet mozgatni azért, hogy rendezzék a viszonyokat. Azokban az emberekben, akik ilyenkor nincsenek párkapcsolatban, van egy frusztráció, de ez szerintem egy teljes mértékben felesleges érzés, vagy igazából akkor, hogyha már február 11-én van emiatt egy emberbe frusztráció, akkor az legyen az egész évben, vagy egyik nap se. Szóval, hogy mennyire érzitek ezt az érzést, ami benne van a szinglikben, úgymond. Itt gyakorlatilag az van, hogy azok az egyedülállóak, akiknek a baráti hálójuk gyenge, ezeknek az úgynevezett életdeficitjük előtérbe kerül, és hát nagyon sok országban pontosan ezért február 15-e, az pedig a szinglik ünnepe. Tehát Valentin nap az a 14-e, 15-én pedig ők maguk csináltak egy-egy ünnepnapot, amikor meg tudják ünnepelni azt, hogy szinglik, tehát tulajdonképpen azért ez egy elég jó nézőpontváltás, de valóban nem értem azt, hogy ezért bárkinek szégyenkeznie kell, mert éppen nem párkapcsolatban. Az egy jó megoldás egyébként, akár karácsonykor, akár Valentin napkor, akár bármilyen más olyan dátum kapcsán, ami kritikus, hogyha valaki szingli, hogy ezeket a napokat ilyen nagyon jól föl kell építeni, tehát érdemes egy tervet csinálni, hogy mivel vonod el a figyelmedet, illetve mivel töltöd meg azt a napodat, hogyha így este visszagondolsz rá, akkor azt tud mondani, hogy ez egy jó nap volt. Tehát érdemes olyan programokat beiktatni mondjuk február 14-ére, hogyha az egy ilyen válságos érzelmi állapotot elő tud idézni valakinél, aki éppen szingli, vagy nagyon rogyadozó párkapcsolatban van, hogyha egy visszatekintesz az adott napra, akkor azt tud mondani, hogy ez egy klassz nap volt, és ne egy ilyen feszült, gyomorgörcsös állapot legyen, hogy úristen, Valentin nap, megint tök egyedül vagyok, hanem érdemes ilyenkor szerintem mondjuk elmenni sportolni, elmenni esetleg, hogyha jó idő van, akkor valami klassz kirándulásra, akár egyedül, akár barátokkal, akár a kutyával egy hosszabb túrára, és akkor tényleg varázsolni saját magunknak egy klassz napot, akkor is, hogyha éppen szinglik vagyunk, vagy nagyon-nagyon rossz párkapcsolatban élünk.